Lásd, halld, tapintsd, érezd. Elmés játékok a Tudománytárházából kicsiknek és nagyoknak. Ez volt a mottója a február 11-e és 16-a között megrendezett interaktív kiállítás és játszóháznak, melyre a város több oktatási intézményéből is érkeztek osztályok egy rendkívüli fizikaóra erejéig. Múlt pénteken ott jártunkkor épp a Rákóczi telepi tagiskola 7.-8. osztályosai próbálták ki az érdekes fizikai jelenségeket bemutató eszközöket. Megkérdezhetem, hogyan működik ez a feladat, mit kell csinálni? Hát húzogatni kell ezt a madzagot, és a golyót be kell vinni a célba. És mennyire tetszik ez a kiállítás? Hát tetszik, és nem tudom, hát amiket az órákon szoktunk csinálni, azok hát kicsit uncsibbak, és ez jobb. Kiállítás anyaga 5 nagy részre különül. A több mint 50 eszköz segítségével a fiatalok tanulmányozhatták a gravitáció, fény-hang jelenségeket, kipróbálhattak ügyességet, gyorsaságot, koncentrációt próbára tevő eszközöket, de ezeken túlmenően több érzékelési csalódást okozó tárgyat is megszemlélhettek. Nagyon jó, hát nagyon érdekes dolgok vannak benne, hát sokat fényképeztem és sokat kipróbáltam, hát jó. Melyik a legjobb? Hát szerintem az üveg, ott olyan, otthon szoktam én is olyat csinálni, az üveg, hogy belenézel, és így sok lesz, meg hát az a kis ágyú. Itt mit csinálsz ennél az asztalnál? Hát, hogyha ezt megforgatjuk, akkor úgy látjuk, mint hogy mozogna, meg ilyenek. Fizikát mennyire szereted? Hát, nem annyira, hát, de így érdekes, hogy ilyen dolgokat is lehet vele csinálni. Hát, hogy akkor most nagyobb kedvet kapsz ahhoz, hogy jobban megszerezd ezt a tantárgyat? Hát, igen, igen. Szerintem igen. Mit kell ennél a feladatnál csinálni? Végig kell vinni a karikát a rúdon, anélkül, hogy hozzáérjen. Sziasztok, ti mit csináltok itt? Hát ezzel szórakozunk. Ez mit demonstrál? Hát az, hogy a szemünk mennyire csap be minket. Tehát, hogyha fordítva, hogy látjuk ezt a nőt, illetve szemben velünk. A kiállításon nagy sikere volt még a villámokat szóró gömbnek, a füstkarikát lövő ágyúnak, illetve a különleges kaleidoszkópnak, ami szemmel láthatólag még stábunk operatőrét is rabulejtette. Aki viszont nem az illúziók galériájára volt épp kíváncsi, az akár elmélyülhetett különböző logikai feladatok megoldásában is. Kirakjuk ezeket a kockákat. És ez mire jó ez a feladat? Háromszöget vagy négyszöget kell építeni belőle. És nem tudom mire való. Tulajdonképpen ezt kéne megépíteni. Igen, mindig ilyen. Más alakzatokat kell kirakni. Szeretitek a fizikát? Igen. Nemrég kaptam belőle egy ötöst. És milyen feladatra kaptad az ötöst? Hát a nyomás, azt hiszem. Igen, a nyomás. Mivel a tárlat nagy részéhez kapcsolódik valamilyen érdekes feladat, így a kiállítás remekül kiegészíti az iskolai fizikaórákat, melyet a pedagógusok is nagyra értékelnek. Amikor hetedikben elkezdenek fizikát tanulni, akkor többen megrémülnek, hogy úristen, mi is lesz itt, de mi fizikaórán is hasonló dolgokat csinálunk. Van, amikor ők is csinálhatnak kiskocsit például otthon, és azt elhozhatják, bemutathatják a többieknek, vagy otthon készülnek kísérlettel, felvehetik telefonra, és akkor ezt lejátszva az iskolába a többieknek is megmutathatják. De szeretik a fizikaórákat, én azt mondhatom, lehet, hogy nem mindenki, de amikor kísérletezünk, akkor igen, és hát itt is feltalálják magukat, és jókat játszanak. Mi a tapasztalat a fiatalok körében, mennyire népszerű ez a tantárgy? Hát azt mondom, hogy ha úgy tartanánk az órákat, hogy csak kiállunk és elmondjuk a tananyagot, akkor biztosan nem lenne túl érdekes a gyerekek számára, de úgy, hogy ők is kijönnek, kipróbálják, eljátszák, úgy remélhetőleg pozitív tapasztalataik vannak róla.
A kiállításról érdemes tudni, hogy nem csak bemutatja a természet törvényeit, hanem meg is magyarázza azokat, hiszen a tárlat eszközeinek használatával ezek a jelenségek kézzelfoghatóvá is válnak. A környezetismeret, fizika, kémia és biológia órák legizgalmasabb része a tanulók számára a kísérletezés. Többek között ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy 2005-ben a fizika éve alkalmából útjára induljon ez a kiállítás.